A munkatársak a vevők egészségének megóvása érdekében fóliával takarták le az eladóteret a Betánia gyógyszertárban. A védekezés élvonalában a karcagi gyógyszertár. Nem csak a saját munkatársak, de a vevők biztonsága is elsődleges a gyógyszertár vezetője szerint. A munkatársaink védelmét kezdtük tulajdonképpen. Arc- és szájmaszkot, védőruházatot osztottunk ki, több rendbeli felvételt előirányozva. Mindenképpen a kézfertőtlenítés nagyon fontos a gyógyszerkiadáshoz. Védőkesztyű használatát rendeltük el, és folyamatosan tehát a szájmaszk és a kesztyű használatát is. A védőruhánkat naponta cseréljük. Az eladó teret az első pillanattól kezdve fóliával láttuk el, teljesen a mennyezetig, szinte hermetikusra sikerült ez, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat számít. A réseket teljesen eltakartuk, semmi nincs kihelyezve az oficinába. A gyógyszertári vásárlók elsőnek meglepődtek, de örülnek a védekezés ezen formájának. Először meglepődtek egy pillanatig, hogy nincs kitéve semmi egyéb termék, és minden felesleges tárgy el van téve, és ez a fóliázás egy kicsit elcsúfította a helyiséget, de most a praktikus megoldásra törekedtünk. Kedveztek a gyógyszertár előtti várakozóknak is. Nekik székeket tettek ki. Tettünk ki székeket, hogy mivel előírtuk, hogy egyszerre 4 vásárló jöhet be az oficinába, hogy ne zárt térbe álljanak egymás mögött, ezért tettünk ki széket, hogy aki elfárad, leülhet, vagy leteszi a szatyorját, mindjárt könnyebb így várni. További intézkedésként folyamatosan fertőtlenítik a területet.